Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit, akkor ez most egy rendkívüli vlog lesz a 24-es villamosnak a pótlásáról. És így sétálok a villamos sineken a keletinél. Hát igen, mert a pótlóbuszok a Mosonyi utcából indulnak, és egészen az Olci térig a villamos nem jár vágányfelújítás miatt, és pótlóbuszok közlekednek. Hát mivel most úgyis erre kell jöjjek, ezt fogom megnézni. Egyébként volt olyan pótlás, régen láttam videókon, amikor ide álltak be a buszok ide. Elnéz szembe, és a villamosnak az indítási jelzőjére indultak. Tehát a pótlóbuszok innen indulnak, egy van hull már benne is áll, de azt most elengedjük, még annyi időnk van. Hát a következő egyik adusz lesz. Yeah.
van a 24-es pótlónak a végállomása, a másik. De, és a 28-as, és most éppen azzal ment, a 24-es az előbb ment ki. De ott jön egy 24-es. És itt előttem meg a vágány záloga. Ezt már mindjárt közelebből megmutatom, hogy itt nagy vágányfelújítások vannak. Nézzétek meg! Itt például az egyik a váltót már ki is bontották, ott van egyébként félretéve. Szerintem ez az lesz. Vagy legalábbis annak egy része. Ó, és ott jön be egy troli. Szóval akkor itt van a villamos vágányok küldhelye. De hát ott még egy-kettő látszik, hát ott is van egy vágány, csak most nem talál fényt a kamera, de ott van. Hát szemmel pedig még mindig a postának az a logisztikai központja, vagy legalábbis régen az volt, most nem tudom is oda. És itt volt szembe egyébként ez a volt Józsefvárosi pályaudvar volt. Hát most valami múzeum készül itt, ha jól tudom, de inkább nem mondok semmit, mert biztosat nem tudok, hülyeséget meg nem akarok. Azt mondtam már eleget más videókba. Most megkímélek titeket tőle, úgyhogy inkább csak annyit mondok, hogy valami múzeum készül ott. De még nincs kész, úgy tudom, de épül. És itt látszik, hogy azért elég szépen szétkaptak mindent, tehát komolyan hozzányúlnak az alépítményhez is, és meg kell mondani, rá is félt már erre a vágányhálózatra, mert nagyon nagy állapotban volt. Úgyhogy legalább most végre normálisan, hát legalábbis reméljük, hogy normálisan megcsinálják, nem csak így tessék, lássék, hanem egyszer kéne jól megcsinálni, és aztán utána az évtizedekig nem kéne hozzányúlni. Vagy legalábbis jó pár évig, de meglátjuk, remélhetőleg valami normális felújítás lesz, hogyha már ennyire nekiestek. De hát ezt már régóta meg kellett, mert itt már rengeteg váltó egyáltalán ki is volt iktatva, meg ugye leheggesztve, meg stb. Mert egyszer nem lehetett használni, annyira rossz állapotban volt. Hát, itt is még erre fel elnézünk, hogy mi minden van. És ott vagy a másik 24-es pótló. Ugye két van hull van kint, meg két Ikarusz. Két Ikaruszt azt már láttuk, az volt a lényeg. Hát a két van hull az meg van hull. Nézzétek meg, ez volt itt a régi nyomvonal. Ezt fogják fölhagyni, és az összes villamos majd az új nyomvonalon fog menni. Ez csak egy ilyen üzemi kapcsolatnak fog megmaradni ez a vágány. Eddig van, és eddig már fel van újítva. Itt pedig valószínűleg lehet, hogy hozzá se nyúlnak, de marad ez a macska köves. Ez az érdekesség itt, hogy ezek a műanyagok, tehát nem is talpákat fognak beépíteni a vágányba, hanem ezeket a műanyag aljakat, tehát most nem mondhatnám, hogy talpműanyag, de azért na. És itt errefele meg már látszik egy pár beépítve, de majd ha valamilyen, akkor megmutatom, de hát aztán nekem is mennem kell, mert idő van. És itt errefele látszik, hát most se... Na, itt fel is tudom venni, itt nincs benne a képbe senki. Tehát ezek itt műanyagok, ezek a... talpának látszik, de ezek műanyag aljak, és ezeket fogják beépíteni. Érdekes, mert úgy tudom, hogy nálunk villamosvágányban, de mi nagyvasúti pályában sem műanyag aljakat nem használtak még. Vasúanyagokat a nagyvasúton használnak, csak nagyon ritkán. De műanyagot biztos nem, tehát vagy beton, vagy vasbeton, vagy pedig ugye fa. Faanyagú, tehát talpa. Hát meglátjuk, hogy valószínűleg ez lesz a legelső. De gondolom, hogy van előnye a talpához képest, például amit nem polhad el, meg hát idővel majd kiderül, hogy mennyire válik be. Ehhez a vágányhoz nem nyúltak még, ez egy üzemi kapcsolat. A kocsi színbe, itt a hátsó bejáratnál. És egyébként itt pedig már a kibontott aljak vannak. És ott is ez a villamosvonal meg ott van elvágva az egyik. Tehát gyakorlatilag itt mennek a pótlóbuszok. A Braha fele is pótlás van az Olci tértől, itt a 37-es is csak eddig jár ki. És hát
nyilván a 24-es is, amivel én is menni fogok, az is majd onnan szemből fog menni. Úgyhogy ne nézzétek meg, ez most itt a helyzet. Ott egyenlőre ott annál nagyobb kitérő csoportnál dolgoznak, és hát ott a legtöbbet. Ugye itt tartunk, és akkor ezt én megmutatom nektek, aztán hát megyünk a villamossal tovább. És akkor látjátok, lassan megérkezünk az Olci térre. Ott érkezett éppen be egy 24-es pótló. Innen át kell sétálni a túloldalra, és onnan már kezdekedik a villamos. Úgyhogy akkor menjünk mi is tovább a villamossal. Akkor ez a videó az ennyi lett volna, köszönöm, hogy megnéztétek. Tudjátok, ha tetszett, akkor lehet lájkolni, lehet diszlájkolni. Ha nem tetszett, akkor diszlájk mellett azért egy kommentet is írhattok, hogy miért nem tetszett. Még annak örülnék a legjobban. Aztán lehet, hogy legközelebb meg majd egy olyan videót fog csinálni, ami tetszeni fog nektek, így lehet tudni. Na közben ott mindjárt kiáll a 24-es pótló, egy ikadusz, úgyhogy azt meg most fotózzuk, vagy ideózzuk. Itt vannak a kibontott váltók. És ami most állok, az meg az idéglenes peronja a 24-esnek. Ott jön a villamos, és ez itt egy idéglenes peron. Ide fog érkezni a villamos, és innen fog visszaindulni arra. Úgyhogy volt némi technikai szünet az Ikarusz miatt, de az is megvan, hogy be lesz, hogy nem vágva a videóban, mert 24-es pótló volt. Úgyhogy akkor ennyi lett volna. Sziasztok!